Mit ajánl a ganoterápia endometriózisra? Az endometriózis kis gócpontok, göbölcskék különböző helyeken a hasfalban, amelyek megtelnek vérrel, gyulladásba kerülnek, bezavarnak a környező szöveteknek a funkciójában, mindenféle húzások alakulnak ki, ezek nagyon fájdalmasak. Ahhoz hasonlít ez a dolog, mint amikor a hölgyeknél a ciklus során a mély nyálkahártya megtelik vérrel, csak az időnként ugye leválik onnan és kiürül, a endometriózisnál pedig ezek a göbök nem teszik ezt. Ezzel lehet segíteni úgy, hogyha Cordypine nevű erjesztett ananász enzimitalt fogyasztja valaki, amivel hernyógomba kivonat is van, mert a bromelin enzim, amelyik az ananásznak a része, az segít ezeket a kis göböket lebontani. És aztán van még egy nagyon hasznos termék hozzá, ez a pória gomba, abból készült kivonat, ez csak porban létezik, és ez meg mindenféle áramlást segít elő. Azt nyilván tudod te is, hogy van egyrészt ugye a vérkeringés, aminek van egy szivattyúja, a szív, és van a nyirokkeringés, amelyiknek nincsen szivattyúja. És például a nyirokkeringésnek az élénkítésében is nagy-nagy szerepe van ennek a gombának, és ezáltal segíti azt, hogy ezekből a göbökből azok az anyagok, amiknek ott semmi keresni valójuk, szépen kiürüljenek és eltávozzanak, és ezáltal a göb összemegy, és több panaszt nem okozott.